Üdv mindenkinek, illetve Isaac, üdvözlöm mindenkit! Emlékeim szerint a múltkori epizódban sátánnál jártunk és sikeresen nyertünk, már csak azért is jó volt időzítve, mert a nagy nemzeti streamen valaki kérte, hogy menjünk a pokolba, de azt helyette megnyertük a játékot, úgyhogy az ő igényeit is ki tudtuk elégíteni, és azután is üdvözlöm, meg hát mindenkit, aki szeret a pokolba menni. De ma próbálj meg ennél jobban teljesíteni. Irány, a láda, nyerik meg az egész játékot. Most jön az, hogy megnézzétek a videó hosszát, és rájöttek, hogy ja, ennek 5 percen belül vége lesz. Kellemetlen, ha ez így alakul. Nézzük, hogy mit tudok itt Judással produkálni. Judás azért mindig a kedvenc karakterem, csak nem a legegyszerűbb vele játszani. Meglátjuk, mit tudunk. És egyébként azoknak, hoppá, kurzor, nem tudom, hogy látszott-e, azoknak, akik mit ad Isten, nemrég találták volna meg az Isaac videóimat, hadd mondjam meg, tudok róla, hogy közeledik a Rebirth, de nálam, ha csak valami hihetetlen véleményváltozáson nem megyek át, nem fogok, mert felrobbanjak itt egyből, nem lesznek róla videók, mert nem tetszik az irány, amit vett a játék. A kis lassulásért elnézést kérek, magam sem tudom, mi az oka, de azt hiszem annyira nem probléma. A Spider mod állítom nektek, hogy gyakran lassabb, mint az alapjáték, Loki's Horns. A nagy nemzeti streamen ezt is volt, hogy volt ilyen kedves, hogy odaadta nekem, de ott egész jól jött ki. Nagyon érdekes, ilyen elő-hátul vizelő angyali Isaacünk lett a stream végi Isaacben. Minket a nagy nemzeti streamről, ha minket is nem maradtatok, ajánlom, hogy nézzétek meg, felkerült YouTube-ra. 8 és fél órányi móka, illetve kacagás, és rendkívül szórakoztatóra sikeredett. Mindeközben Duke of Flies szerencsére nem húzta sokáig, nagyon bízom benne, hogy egy plusz életerővel fog boldogítani. Hát nagyon nem. Ez minden csak nem plusz életerő. Viszont a boltba beteleportálhatnánk, amit 9 centtel nem teszek meg, de ha összegyűlik 15, akkor még a következő szinten ennek jó hasznát fogom látni. Próbálj meg előtte azonban nem felrobbanni, hát ez nem segít, a fennakadok valamit. Ide ne menjünk be. És most még ide se. Már meséltem, de elmesélem újra, az első Wrath of the Lamb-es Isaac köröm úgy nézett ki, hogy Judással kezdtem, egy Curse Loop mellett indultam, és hát nem így lett vége. Vegyük úgy, hogy ez nem történt meg. Egy Curse Loop mellett kezdtem, besétáltam, mondom, ez micsoda, és kijöttem, meghaltam. Dielmén volt. Ez valahogy így, ha én most besétálnék, akkor tökéletesen tudnám reprodukálni. Első körömet az Isaac kiegészítőjével, aztán másodjára megnyertem, úgyhogy nem volt olyan nagy probléma a dologból. Sikeresen kiirtottuk a pókokat, az előbb ugye az nem sikerült olyan jól, és azok a mérgező bombák, hát ha választhatok, inkább ez, mint a Loki's Horns. Reméljük, hogy ez a második kör kicsit jobban sikerül, mint az első. Elszoktam az Isaac-től, elszoktam a Judástól. El kell ismernem, hogy régen kicsit többet foglalkoztam a játékkal, mint mostanában, és ennél fogva jobban is ment. Lehet, hogy már kezdek kiöregedni, és elvesztettem azt a tudást, amivel rendelkeztem. Hát nagyon remélem, hogy nincs így, mert akkor rövidebbek lennének az Isaac videók, kivéve, hogy a több próbálkozást beraknék. Fényleg könnyű ellenfél, főleg, hogyha a Spider Body lassúzik. Azért vigyázzunk, hogy ez a néhány lövedéke ne találjon el. Mondom, vigyázzunk, hogy ez a néhány lövedéke ne találjon el. Hát nem hallgatok saját magamra? Micsoda rossz ember vagyok. Ki hal meg előbb versenyünkön egyelőre? Hát én vezetek szerintem, bár nem tudom, hogy vezetésnek kiszámít. Most így elgondolkodtam. Hát nem, pont hogy hátrányban voltam és el is azt tettem. Ó, rák, rák! Rákosok leszünk! Sálalalala! La-la-la-la-la. Ennek normál körülmények között az ember nem szokott törülni. Nézzük, hogy ebben a két ládában miket találunk. Hát ezért már simán megérte bejönni. És ezért is. Bár csak egyszer fogom használni. Bár nem tudom, nem hogy vigyük magunkat. Jó kezek, ha legyek. Judás alapsedzésével, pláne barátiak. Ezt a gyógyszert, ami egy plusz életerős gyógyszer, eredetileg ott bent akartam elhasználni, hogy hátra kiteleportál. Erről elfelejtkeztem, de nem számít. Örülök, hogy kaptunk plusz életerőt. Menjünk tovább. Ez egy jó első szint volt Judásként. Mit nem mondjak. Hát bármilyen karakterként, csak hogy ugye Judás esetében extra fontos az a bizonyos plusz életerő, amit megszereztünk.
igyekezzünk ne hagyni, hogy a... Uuuuh, micsoda lassítás, visszanézzük az eseményeket. Te jó ég! De azt hiszem tudom a megoldást a problémára, várjatok csak. Igen! Most már nem fogunk akadni, ha mindenre igaz. Itt pedig, ha minden igaz, elhasználtunk egy kulcsot egy nem különösebben izgalmas aranyládára, de reméljük, hogy majd kárpótol minket a harcvégi droppal, bár a tény, hogy kétszer eltaláltak eléggé kellemetlen. De azért ez messze a legkönnyebb ilyen gauntlet szoba, úgyhogy nagy bajunk nincs. És nem is lesz. Jajjaj. Mi van vele? Nem volt elég legyen. Ez rímelt ugyan, de azért nem szánnám versnek. Nem. Erre csak annyi a válaszom, hogy nem. Annyit fogunk vele csinálni, hogy ide lerakjuk, és ha itt a secret room-a... Uj! Hülye legyek. Itt volt a secret room, de mégis el kellett használnom Ray bombát. Ide bejövünk, ha már az előző olyan jó hatással volt. Ó! Már az előző olyan jó volt hozzánk, és ez is az. Jajjaj. Esetleg felrobbantanátok a tintirvakat, azt akartam mondani, tök jó lenne, helyett engem robbantottak fel. Ó, szuper secret room, erre nem számítottam. Erre se. Ezzel nem fogok foglalkozni, ugye? Mert a pénzem a boltra kellene, a rákot meg úgysem fogom becserélni. Érdekesen nézünk ki egyébként. Szomorú görögdénnyel dobozban, sapkával és két pici lábbal. Ez minden szinten adna plusz egy életerőt, ugye, vagy egy Eternal Heartot. De inkább maradjunk ennél, ugye? Érthető okokból, nem igaz? Jó, nincs ne élünk bele szarul. És lesz egy húskockánk, ami nem éppen az, amire vágytam. Kíváncsi, hogy lesz olyan ördögüzletünk, amit én boldogan megkötök. Ugye, van két eladományozható piros szívem. És két spirit heart-emvel szórakoztatok, ha szükségeltetik. Hagyd abba a köpködést. A bajta a köpködést, új spirit heart. Ezt felveszem, mert hogy egy három spirit heartos üzlet van, csak így tudom megvenni. Köszöntem szépen. Nagyszerű! A húskockát itt ne felejtsük. La-l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 a. Szóval... Végy egy kést. Meg néhány Isaac Bailey ellenfele. A késsel darabolt fel őket jó apró darabokra, amíg el nem tűnnek. Az így elkészült nyerést pedig tálald. Vége főcím zenével. Jó étvágyat. Most nálam több egyére. Ritkán van Mom's Knife-on mostanában, de azt hiszem valamelyik streamen is előkerült egy videóban. Őszintén szóval most így nem rémlik. Vajon ez a gyógyszer mi? Vicces fejünk lett. Hát simán megéri. Ouch. Kár, hogy eltalált. Itt pedig találunk még egy hülye fejes gyógyszert, és a ismeretlent, ami felgyorsít minket, ami judásként szerintem rendkívül hasznos, úgyhogy én ezzel meg vagyok elégedve. 14 centünk van, egyet még csak találunk valahol, nem igaz? De bizony. Reméljük, hogy valami jó. Ugye van egy plusz életerős gyógyszerünk valahol, hát ez a hülye fejes gyógyszer, ez a felgyorsító gyógyszer, ez egy ismeretlen gyógyszer, amitől fingunk, és egy ismeretlen gyógyszer, amitől lesz egy legyünk a fejünk körül. Szerintem ez egy jó vásár volt, de ha már itt van, nézzük meg, itt van-e a secret room. Bizony itt van, benne pedig 3 cent. Nem vagyok elájulva, mert ott van egy 15 is. Szelavi. Nézzük, hogy mi van a szint jobb oldalán. Nem szándékoztam politikai kommentárt ebbe az epizódba belevinni, ne is értsétek ezt úgy. Meg legyen kedves meghalni. Gondoltam, hogy hát meg tudom csinálni a hidat, de nem sikerült. Book of Sin, hát minden szempontból rosszabb, mint a Nail, pláne így. Úgyhogy nem foglalkozunk vele, gondoltam, hát a kulcsot visszaadjam, amit elhasználtam arra, hogy megnézzem és aztán lerakjam.
mondanom sem kell, hogy nem nagyon tudok olyan körülményeket elképzelni, ahol inkább beszálasztanám, mint ami most nálam van. Közben használjuk ki a két bombát, hogy kapjunk egy kulcsot, meg egy spiritartot, és nézzük, hogy itt kivál ránk. Peep, örök, általam örökké utált, rendkívül szemét boss, ős ellenségem és többszörös gyilkosom, bár én is az ő többszörös gyilkosa vagyok, úgyhogy sőt, én többször voltam az ő gyilkos, amit fordítva, de arányaiban még mindig vele van szerintem a legtöbb bajom. Gyűlnek a spirit heartok, milyen jól lenne, hogy a másiktól is meg tudnék szabadulni, és lenne egy kis polaroidos, sebezhetetlenséges finomságom. Hát a két pók nem volt annyira fantasztikus, de olyan jó dolgokat találtam a curse roomokban, ugye Nail, meg az a rengeteg spirit heart az elsőben, hogy meg a macska item, ugye, egy rossz szót sem szólhatok. Bár azért már szólhatok rossz szót, hogy ezek a piros vitaszok eltaláltak. Meg hogy itt minden nem mellé lőttem. Ezekért nem is egy rossz szót, hanem egész rossz költeményt fogok megfogalmazni a fejemben pillanatokon belül. Ez pedig egy fingó gyógyszer, hát figyünk már le vele valami ellenfelet. Ne ezeket, mert ezekkel nem szeretnék közel kerülni, talán nem is tudnék. Egy bombát megérek kulcs, amikor az előbbiből heten van, az utóbbiból egy. Szerény véleményem szerint ebben a szobában Larry Juniorra bukkantunk, ami egy könnyű ellenfél, ami helyzetünkben jó lett volna, ha egyetlen egy lövésben lerendezem, de sajnos nem tudtam annyira látványos lenni, mint szerettem volna. Hello! Ágyom, gyert visszatérek. $3, ezt nem tudom, hogy fog csinálni a késsel, de néha bizonyára ad majd ilyen fagyasztó effektet, és az önmagában nem rossz. Van 7 centim. Adj valami jót. Bár nem sem tök az ide iránytűt és térképet esetleg, ha választhatok. Kulcsot kaptam. Ez nem ugyanaz. Az, hogy anyánk késével ez annyira nem jó. És egy helyen lenne előnyös a kombináció Isaac ellen. Ha egyébként meg tök haszontalan. Úgyhogy inkább a plusz évet erőnél maradott, lesz egy 2-es szintű húskockánk. Egész gyorsan, mint láthatjuk. 4 szúrással végzett a gyilkos áldozatával. És azért nézzük már meg ezt is magunknak. Visszakapjuk a kulcsot, úgyhogy semmi baj. Hirtelen sárga lett a kés, ugye most ilyen number one effektussal lőnénk, hogyha lőnénk. De hát nem lövünk, hanem szúrunk. Biztosan nagyon ostoba szlengel egybe kötött szexuális poén, amit, egy szexuális kapcsolatos poén, amit elsüthetnék, de nincs kedvem végig gondolni ebből, hogy tudnék valami értelmet kikarikírozni. És amíg nem gondolkodom, addig közben itt nyerek, és hadd legyek teljesen őszinte lusta vagyok megnézni vele szint jobb oldalán. Úgyhogy menjünk tovább. A játék jutalomul ad egy mágnest, amit megad nekünk a $3 emlékeim szerint, úgyhogy semmi értelme nem volt. Mármint ez így van, egyébként sem tartozik a legfantasztikusabb itemek közé, ezt ugye nem kell mondanom. Az, hogy általában szintén nem tartozik az Isaac legfantasztikusabb eseményei közé. Próbáljuk meg minimalizálni ennek az eseménynek az előfordulási rátáját. Nagyszerű bomba, menjünk tovább. Sziasztok! Nem volt túl nehéz ez a szoba, ez sem lesz az. Ha jól látom, meg is fogjuk fagyasztani az ellenfeleket, bár igazából nem, mert ugye azonnal meghalnak, de megfagyasztanánk őket, ha túlélnék a támadásainkat. És ez a tudat önmagában nyugalommal tölthet el minket. Egy picit. És újabb nail használati lehetőségünk van, amivel inkább a boss ellen fogok élni a... Wow! A plusz... Úristen! A plusz sebzés reményében, mert az egy picit jobban fogja bírni, mint ezeket, így is egy lövéssel öljük meg, más kérdés, hogy belég gyalogolok van barom. Anyád, hogy van? Szerencsére ez a fegyver van nálunk, amivel ez az ember kevésbé egy tirpák tahó, mint általában mindig. Azért így is lesz a baj, mert nem lehet mindig szemből eltalálni ezzel sem, de legalább néha el lehet, és az nekem elég lesz. Tirpák tahó! Jó lenne, tehát hogy nincs életerő csíkja, helybe fordul, nem lehet normálisan eltalálni, és egy mocsok rohadék. Plusz életerő. Reméljük az ördög felajánl valamit, amiért ezt oda is adom neki. Repüljünk, vagy
Nem, ez nem is kérdés, hát. Nyilván így fogjuk csinálni, ez a vicces. Mindig megvan a fingó gyógyszerem, most jöttem rá. Szóval, hölgyeim és uraim, megindult az öngyilkos hadművelet. Meglátjuk, mire lesz jó. Adj egy spirit heartot, ha van benned becsület. Nincs benned becsület, úgyhogy most meg kell halnod. Lesz még egy legyünk. Hát, picit javítja a túlélési esélyeinket, ha nem is túl sokkal. Köszi, nem pont ezekre a tartalmakra volt most szükségem. A Nail ugye valamilyen formában ad nekünk plusz életerőt, de itt akkor még 5 szobát, illetve most már csak 4-et kell túlélnem, és az is csak a rövid távú megoldást jelenti, azonban azt hiszem itt van a gyors segély, amire úgy vágytam. Nem, nincs, mert a játék egy troll. Legyél kedves, menj nyugodni, köszi. Larry Jr. egy könnyű ellenfél, de nem adott spirit heartot, úgyhogy nem volt túl jó fej. Viszont újabb szobát oldottunk meg. Boltban nem megyünk be, ugye nem kell magyaráznom, hogy miért, nem csak azért, mert nincs pénzünk, hanem azért sem, mert a jó Istennek sem kívánnám, hogy ilyen helyzetben Griddel találkozzon. Anyánkhoz sem megyünk be, mert még nem láttuk az item roomot. Hamarosan azonban meg lesz, illetve amint bemegyek a következő szobába, meg lesz a második spirit heartunk, ami minimális túlélési esélyeinket egy kicsit kevésbé minimálisra alakítja, van és mondod, hogy tényleg el fognak találni, vagy nem. Ez a biztonságos tipp, amit most hallottatok tőlem, vagy el fognak találni, vagy nem. Így, ha ezt mondom, 100%-os a valószínűsége, hogy valamelyik tippen bejön. Más nem lehetséges. Szóval legyünk óvatosak. Rendkívül óvatosak. Türelmesek. Hát ez nem volt óvatos, hogy 1 milliméterre állt ma kollégájától. Most már tényleg legyünk óvatosak és türelmesek. Ha már az előbb ezt mondtam, most tényleg tegyünk is így, hiszen megvan ennek a maga haszna is. Nézzük, mi van az utolsó item roomokban. Plusz életerő, amit nem fogunk megkapni, mert tartozunk az ördögnek. Nem csak egy úttal, hanem 2 piros szívvel. De kaptunk még oda plusz sebzést is, ami nem tudok olyan körülményt elképzelni, nem vagy nem tudom, pacifistának lesz játszani. Na most itt Isaacben nehéz lenne. Szóval letudtuk a tartozásunk másik felét az ördögnek. Nem tudom, akarnék piros szíveket, inkább a kékekből szeretnék egy elképesztő mennyiséget. Te ki vagy? Mi vagy? Te a Pretty Fly vagy, ami nekem mostanira nem ad sokat. A mágus kártya ugye nem ér semmit a késsel. Igazából a fingó gyógyszer sem nagyon. Ide be fogunk tudni menni. Reméljük, hogy nem fog minket eltalálni. Legyünk óvatosak. Egy kicsit óvatosak. Még egy van. Most már 0. Itt pedig mire bukkanunk? Tears upgrade, ami nem tudom, hogy az anyák késével mit csinál, de nem nagyon látom értelmét annak, hogy a halált kockáztassam azért, hogy felszedjem, akkor olyan nagyon sokat biztosan nem fog segíteni, és különben nincs rá nagy szükség, mert növel is a sebzésemet, hogy inkább életerő bónusz kell most, amiből szerencsére most kapok egyet. Ne pazaroljuk el egyből. Távoljunk el, nem távoljunk áltól, hanem álljunk távol a bombás léttől, vagy a robbanó léttől, vagy nevezzük, hogy akarjátok. A lényeg ugyanaz, ne legyünk ott, amikor felrobban. Ismeretlen gyógyszer, bozosztél, a legjobb, amit kaphattam volna. Ez a szoba pedig abszolút hidegen hagy. Szóval az egy spirit heartunk, amivel elkezdtük ezt a szintet, 5-re növekedett. Nézzük hát meg, hogy mit tud a jánk. A Polaroid egy kicsit javítani fog a helyzeten, a rák ugye mostanra nem fog hiányozni nekem. Más körülmények között sokkal jobban sajnálnám, hogy meg kell tőle válnom. Így anyánk gyors elpusztítása a napirendi pont, az egyes számú napirendi pont. És eddig egész jól tartjuk is magunkat hozzá, azt hiszem. Ugye az is fontos, hogy a 2-es számú napirendi pont, hogy ne találjanak el. És sikerre jártunk. Plusz életerő, amit nincs az Isten, hogy felvegyek. Helyett a Polaroid. Lehet, hogy nem fogunk ma macskává változni, de annyi baj legyen. Jó lehet tudni, merre kell. Találtunk egy könyvtárat, ami megint nem tud olyan ajánlattal szolgálni, ami engem érdekelne. Most gondoljátok be, jelenések könyve, nem akarok puskockát.
és ez a plusz sebzést is, amikor használom. Olyan meg nincs, ez egyetlen életerő forrásomtól megszabaduljak. Úgyhogy nincs is értelme elhasználni a kulcsomat érte. Szerencsére a könnyebbik színzet kaptuk, ami mondanom sem kell, ugye, hogy hasznos, bár el tudom bénázni, mint látjuk. Te gyere vissza. Jó ideje nem találtak el, úgyhogy, ó, és még a játék kedves is hozzám. Úgyhogy kárpótolt a bénaságomért többszörösen is. Ezek a szobák kedvemre valóak, könnyűek, egyszerűek, veszélytelenek. Mondom ezt most, nem tudván, hogy itt el fognak majd találni legközelebb, amikor ilyen szobába kerülök. Ilyen szobák egy kicsit kockázatosabbak, ugye, mint látjuk, de remélhetőleg meg tudom oldani. Hát akkor nem, ha a lövedék, vagy a késem megáll 2 milliméter után. Nem tudom, miért gyűjtöm a pénzt, de nincs szívem ott hagyni. Önmagányos lenne, itt hagynám. Reméljük, hogy balra van a boss, mert arra fogok menni. Még mindig nálam van a fingó gyógyszer, még mindig nem láttam semmi használni. Hello. 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 Udvarias vagyok velük. Az nem kellett, hogy eltaláljam? Csak a szemem sarkából láttam, hogy a képernyő azon részén mi történik, úgyhogy nem figyel, nem tudom pontosan beazonosítani, de van egy olyan érzésem, hogy ott átrepültem a vér nyalában, és nem történt volna semmi. Kettő van még, egy van még, nulla van még, tökéletes. És mivel csak egy spirit heart az ide a be és kiút, ugye? Hát simán megérte egy trollbombáért, nem igaz? Nem igaz, hazugság. De volt rá esély, hogy kapunk valamit tök jót. Mint a korábbi körszumokban is megtörtént, úgyhogy bevállaltam a dolgot, és mint Csernos páciensei, és nézzük, hogy ez ilyen obszkúrus kurva poén már. Elcsodálkozom, és ezt így miért mondtam? Na mindegy. Mondjuk ez egy, nem tudom. Jó, folytassuk a... Kicsit megszakítottam a saját gondolatmenetemet ezzel. Ez igen, nem érdekel, amit tudom ebben a ládában. Találjuk meg a boss-t. Nagyjából egy útvonal már csak. Egy útvonal van már csak. Úgyhogy igen, hát kizárásos alapon az utolsó hely, ahol nem jártunk még, az fogja a megoldást tartalmazni. Ez az ember pedig nagyon csúnyán meg lesz késelve. Még 2 kulcs, ha jutunk a ládába, akkor ez jó is lesz. Ó, szervusz, bazd meg! Legalább nem a champion verzió. És nem ugrál. Most még. Most már igen. Várj, még a szemek elhaladnak. És most ismét döfjük hátba. Extra sebzés. Nem nagyon tudsz olyat ajánlani nekem, ami érdekel, gondoltam hát a Krampus. Megvetni meg a piszpalt, hogy kicsináljam magam, de akkor sem lennék macska, úgyhogy nincs értelme. Következő szint. Itt fogunk anyánk szívével rendezvúzni, előbb vagy utóbb. Reméljük, hogy is kicsit hamarabb meg fogom találni, mint az előző alkalommal. Ouch. Nem nagyon engedhetem be magamnak az ilyen spirit heart veszteségeket, de szerencsére eddig egész alacsony volt a szintjük. Ezeket szépen kinyírom mindet, lent a köveket, hát ha valamelyik egy rejtett szinti rock. Nem úgy tűnik, kár. Kaptunk egy pár bombát, amit úgyse fogok elhasználni semmire, viszont most szerencsénk volt, jó irányba jöttünk. És az jó, a kés döfést jó, remekül időzítettem, ott igazán eltalálhattak volna. Szerencsére nem tették. Szervusz, mami! Hogy egy ezen a szép napon, én nem tudok célozni, de ez nem újdonság senkinek. Á, ha azt felrobbantom, akkor felrobban az összes, és anyánk nem megy el. Anyánk nem megy el. Mióta értem el a szexuális életet? Na mindegy. Néha elcsodálkozom a saját rendkívüli undorító és szar poénjaimat. Pusztulj monstró, kérlek. Köszönöm. Fingjuk le anyánkat, az egy bomba, nem baj. A lényeg ugyanaz, a végeredmény ugyanaz, rossz gombot nyomtam. Ed Q helyett. Szelavi, ahogy ezt ma már
egyszer, ha nem kétszer említettem. Nem létező francia tudásomat csillogtatva. Na? Néha le lehet őket döfni szemből, nem tudom pontosan mi múlik, de előszeretettel próbálkozom a dologgal. Látjátok így. Jönnek a bombák. Ebbe belegyalgoltam valami parom, de szerencsére játék visszaadta a Spirit Heartot. Ima a katedrális, ahol nem látunk semmit, de nem baj, mert amúgy sem tudnánk, hogy merre kell menni. Ott egy Tinted Rock, ami... Hát azt akartam, hogy plusz életerőt jelentheti, valójában már csak arra lesz jó, hogy esetleg kárpótol jön a bénaságomért, ha csak nem egy kulcsot ad, nem, kárpótolt minket a bénaságomért. Mi az... De beakadt volna az egész... Az irányítás, mert belevitte az ellenfelek közepébe, lehet, hogy csak az én agyam akadt be. Az is előfordulhat. Álló. Kedves lenne abba hagyná a lövésemet az ellen. Nincs túl sok életerünk, úgyhogy nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy eljutunk élve a ládába, főleg akkor nem ez így megrohamol, és esélyt nem az arra, hogy kikerüljön. De még eddig olyan jól, lassan, de biztos tempóban tudtam növelni az életerő mennyiségemet, ez az időszak itt a katedrálisban véget ért. A katedrális nehéz, ne értsetek félre. Nem béna lettem hirtelen, de nagyon nehéz környezetbe keveredtünk, és reméljük, hogy ebben két spirit heart van. Egy. Az is valami. Hello! Ezt inkább nem is kommentálnám. Hello Monstro 2. Könnyű és kedves ellenfél. Zarándoklatomat ide megint megteszem. Nem érted meg egy Spirit Heartot, azt hiszem egyáltalán. De hát lehetett volna az valami tök jó is. Ezeket gyorsan felrobbantjuk. A ládát ki, a legyet megöljük. Vagy inkább itt hagyjuk. Hát felfelé és jobbra nem volt értelme mennünk, lehet, hogy ide kell jönni, de nagy valószínűséggel nem, amit így gondolatban elképzelhet a térképből, ugye ez egy ilyen kis zsákutca jellegű hely, nem pedig valamelyik szél a térképnek, úgyhogy feltételezem, hogy feleslegesen jöttem be, de azért ellenőrizzük le, mert nem látom át így. És milyen jól ellenőriztük, mert több hülyeséget beszéltem végig. És akkor most jön az igazság pillanata, 5 életerőnk van Isaac ellen, elég lesz-e? Nem tudom. Ilyenkor renget, viszont van ugye midbolyunk és két legyünk, ami extra védelmet jelent számunkra, és az nagyon sokat tud segíteni. Nagyjából egyik leghasznosabb item, ami ezeket a boss item-okat illeti, ugye őt és Blue Wave-it. Eddig én haladunk hosszul egyáltalán, azt kell, hogy mondjam. Sőt, én azt mondanám, hogy jól haladunk, de nem találtak el, amit teljes mértékben a legyeknek és a puskockának köszönhetünk. Mert komikus, hogy mennyire nem találnak el. Mert hogy közben úgy hajlongunk össze-vissza, mint Neo a Matrixban, csak a játék grafikája ezt nem tudja megmutatni. Viszont bejutottunk a ládába, sokkal kevesebb nehézséggel, mint gondoltam, illetve az oda vezető út nehezebb, mint maga a harc, a plusz 3 Spirit Heart aranyatér, a támadó légy. Oké, és ez érdektelen, ezt meg nem merem használni, mert ha dobókocka, akkor nagyon sok szabad leszek. Ugyanis a Neo, arra mindenképpen szükségem lesz. Ismét nem tudjuk merre kell menni, reméljük, hogy hamar rájövünk. Ládában nem érdemes túl sok időt eltölteni, ha az ember nem 100%-ig biztosabban, hogy ó, én kitakarítom az egészet, ugye. Volt már például a Chess Clear-re részemről olyan is, hogy megszívtam a Chess Clear-re, tehát kísérletemet. Hiányoltam a bajnok blótot, ugye? Hát most itt van. Szerencsére nem húzta sokáig. Ez egy zsákutca. Túl fogjuk élni a dolgot. Próbombákat jobban kikerüljük. Jegyezzük meg egyébként, hogy amikor ilyen zöld felhői vannak, az azért van, hogy nekem mérgező bombáim vannak, de ezek nem mérgeznek, ezek csak úgy néznek ki. Mintha impostor mérgező bombák. Random Spirit Heart hasznos. Most már nem mondom azt, hogy aranyat ér, mert jók vagyunk. Szerintem mindenképp a veszélyes szarszobát kikerültük, vagy... Csabot mindig szívesen látom, amikor anyám késő van nálam,
reméljük, hogy igen, megtaláltuk Blue Baby-t, és akkor ez szerintem gyors és könnyű lesz, és ha már eddig őrizgettük ezt a fingó gyógyszert, szingjuk már le. Igen, ez nagyon könnyű lesz. Az után ide állok mellé, aztán kész. Diada, Isaac, hurrá! Szóval ez egy jó kör volt, még ha az elején arról a rövid első, vagy azt hiszem második szinten meghalásról attól eltekintünk, akkor mindenképpen, és még ha a számításra veszik, akkor talán akkor is ez volt a mai Isaac, remélem, élveztétek! Ha tetszett a videó, nyomd meg a like gombot és esetleg oszd is meg, sokat segítesz vele. Ha szeretnél többet is látni, iratkozz fel. Kommentelni a subredditünkön lehet, aminek linkjét a videó leírásában találhatod meg.